A pécsi belvárosi református gyülekezet Baksai Sándor köre és az Ormánysági Hagyományápoló Társaság kiállítást szervezett a Szigetvár környéki fehérhímzésű kendőkből. Ha jól tudom, először mutatják be ezeket a kendőket és terítőket, pedig nem mai munkákról van szó. Hogyan gyűjtötték össze a kiállítás anyagát? Mi református puritán templomainknak népművészeti alkotásaiból szeretnénk néhányat bemutatni. Először gondoltuk, hogy bemutatjuk a kórosi és a drávaiványi műemlék templom a kazettás mennyezeteinek a szép motivumait, amit Vatelmél, ami számunkra, ami gyönyörködésünkre nagyon szépen lefestett. Azon kívül Szalai Lajos nagytiszteletű úrnak nagyon szép gyűjteménye volt az ormánysági sírokon talált kopjafákból, és nagyon ügyesen, szépen meg is faragta őket, és most ide adta, hogy mi is gyönyörködhessünk bennük. De ennek a kiállításnak a legfőbb mondani valója a kézi munkáknak és a szőtteseknek a bemutatása. Ezeket szedtük mi most össze, a szőtteseket azért, mert ormánságban ma már csak egyetlen népművészünk él, Sós Pálné Szaporcán, akit bizony meg lehet kérni arra, hogy szőjön nekünk urasztalterítőt, szószékterítőt, mert nagyon szeretnénk, hogyha a falu újra magáénak tartaná, magáénak ismerné el a népművészeti alkotásait. Ormánságnak nincs hímzése, de gyönyörű szőttesei vannak, és úgy gondoljuk, hogy Isten dicsőségére ezeket kellene az urasztalra ráteríteni, a most még divatos bársony, sajnos nájlon, vagy egyéb csipketerítők helyett. Tehát tulajdonképpen szeretnénk ebből a gyönyörű sok mintájú, gazdag anyagból egy kis ízelítőt adni Baranya református falvainak, hogy van mihez nyúlnunk, ez a saját értékünk, éljünk vele. Élővé akarjuk tenni ezt a művészetet. A másik nagyon csodálatos kiállítási anyag, amit a sír széléről hoztunk szinte vissza, mert a templomos keszkenők, amiket majd itt látni, hogy a fejükre és a vállukra tették az asszonyok, minden vasárnap nagy ünnepen urvacsoraosztása, kimondottan szakrális jellege volt, és ez olyan különleges, mert hát az országban mindenütt van hímzés, de hogy kimondottan Isten dicsőségére hímezzenek, ez egyedülálló. És ez pedig ennek a virágkora a múlt században volt. 1840-től 1880-as évekig terjedő kézi munkákat sikerült nekünk összeszedni, amit még nem temettek el, mert ugye az a szomorú, hogy ezt, amikor hímezték és hordták, ez bizony az első világháború után befejeződött. Azután már csak a halottaikkal eltemették. 50 éve temették már ezt, amikor én 70-ben egy néprajzi gyűjtő úton találtam egyet, és akkor gondoltam, hogy ahol egy van, ott többnek is kell lenni, úgyhogy elmondták, hogy bizony a nagymamák már a halotti csomagjaikba őrzik ezeket, úgyhogy sikerült aztán egy éven keresztül, mint egy 50 darabot megtalálni, de nem a múzeum számára gyűjtöttem ezeket, hanem úgy gondoltam, hogy ezt vissza kell adni a falunak. És azt csináltuk, hogy lerajzoltuk ezeket a mintákat, és az első jó példával járt elő a pécsi református gyülekezet kézi munkaköre, mert egy nagyon szép templomi urasztalterítőt, szószékterítőt hímzett, ami még most is fönt van, és gyönyörködhetünk benne, és ezzel példát akartunk adni arra, hogy más gyülekezetek is éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy a bársony meg a selyem helyett most már ezeket a gyönyörű fehér hímzett terítőket készítsék. Tehát ezért hívtuk most létre mi ezt a kiállítást, és olyan szeretettel adták.
nagyon érdekes, hogy ezeket már a dédunokáktól kellett elkérnünk, mert ugye 20 évvel ezelőtt, amikor ezeket megtaláltam, akkor még éltek a nagymamák, de most már bizony már a dédunokáktól kaptuk. És hát nagyon szeretném, ha megértenék azt, hogy az Úr azt mondja a Mózes második könyvében, hogy akinek az Úr bölcsességet és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való eszközöket, faragást, szőttest, hímzést, csinálják meg, és mi szeretnénk engedelmeskedni. Ezt a kiállítást aztán nagyon hálásak vagyunk, hogy Kozári Piroska, szakásné Kozári Piroska rendezte meg nekünk ilyen műgonddal és hozzáértéssel, mert ő ebben már igen gyakorlott, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, és nagyon köszönjük, hogy ezt megcsinálta nekünk. Említette, hogy az emberek templomi keszkenőt hordtak úrvacsorakor. Nagyon érdekes lehet ennek a története. Miért volt ez, és miért ment ki a szokásból? Ezeket a templomos keszkenőket a múlt században hímezték és hordták, és egészen az első világháború végéig tudjuk kísérni, hogy addig hímeztek is és hordtak is. Utána pedig egyszerűen, ahogy a viseletet is letették, a szövőszékeket is kitették a lakásból, ugyanúgy megszűnt a hímzés is, mert nekik a városi tetszett. Elmentek selyemkendőt venni a hófehér helyett, és ezeket a hófehér kendőket pedig már az öregasszonyok bánatosan ugye elrakták, és azt mondták, hogy majd temessetek el ezekkel a kendőkkel bennünket. Úgyhogy bizony az volt a szokás, hogy amikor halott volt a háznál, akkor a fejkendőkkel a tükröt letakarták, és a válkendőkkel pedig a halottat takarták le, de sajnos el is temették vele. Úgyhogy ezért most már nagyon... ezért nem tudott ez a generáció erről szinte, mert ugye ezeket eltemették. Úgyhogy nem is lehet rossz néven venni, hogy ők erről nem tudnak már, és ezért szeretnénk nekik újra bemutatni, hogy ez az övék, hogy ezt ismerjék meg, újra meg kell vele ismerkedni. És ez a mi feladatunk, ez az írástudók felelőssége, hogy adjuk vissza a falunak azt, ami az övé, és hogy értékelje, főként ezt kell velük megértetni, hogy ez nagy érték. Talán többen gondolják azt, hogy a mai forgatagos, színes világunkban ezek a fehér hímzésű, fehér szüttesek nagyon különlegesek, eltérőek. Hát igen, igen, gondolom, hát pedig egy mennyasszony is föltehetne egy nagyon szép fehér kendőt. De olyan érdekes, hogy ha mi hímezünk fehérrel, itt van egy hímző szakkörünk, a svájciak vagy a németek, de úgy viszik, mint a cukrot. Szóval külföldnek nagyon kell és nagyon értékelik a fehéret, csak a mieink valahogy még nem szoktak hozzá, hogy ez milyen szép. Hogyan lehet hozzászoktatni őket? Hát, megszerettetni az emberekkel. Ez bizony nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ezt kiskorba kellene, és amivel a gyerekek nem látják most a családba, megpróbáljuk a fiatalokat. Például máma itt volt a művészeti gimnáziumnak az első osztálya, mert azt gondoljuk, hogy a fiatalokkal kellene ezeket elsősorban megismertetni, hogy jövője legyen ennek. Én úgy remélem, hogy a 21. században reneszánsza lesz a népművészetnek. Milyen visszhangja van a kiállításnak? Nagyon, nagyon jó visszhangja van, nagy szeretettel jöttek, és hát amit beírtak, és hogy ámulnak, hogy egyáltalán, hogy van még ilyen, szóval csodálkoznak azon, hogy ilyet még elő lehet bányászni, és valóban a sír széléről vissza lehetett hozni. És én nagyon remélem, hogy a fiatalokkal is meg fogjuk tudni ismertetni, csak az öregeknek. Jó, mert az öregek érzik a maguk korát benne, a saját fiatalságokat, de a fiatalokkal kellene elsősorban ezt megszerettetni és megismertetni. Mi lesz a kiállított anyag sorsa? Sajnos a kiállítást le kell szedjük, visszaadjuk a kendőket, de előbb lerajzoljuk. Így van. Ez a legfontosabb, hogy lefényképeztetjük, akkor az anyagot odaadjuk a múzeumnak, hogy azért ők is tudomány számára is azért örökítsük meg, de a legfontosabb, hogy mi ezt lerajzoljuk azért, hogy ezt azután lehessen majd átszúrni, sablonra tenni, és bárki kéri, akkor tudunk adni neki ebből a mintákból, hogy bármilyen nagyságban, bármilyen formában ezt használhassák, hogy hímezhessenek belőle. Ez a feladatunk most, ezt szeretnénk megvalósítani.